Növények és bombák. Ebben a kategóriában várjuk a vadon élő növényekről és bombákról készült felvételeket, melyek kiemelik a bemutatott fajok szépségét, különlegességét, természetes környezetükben az élőhelyekről, mikrovilágig. Ne csak dolgok meg valahol délre, nem. A Piristől kezdődik, és északi középecső északon. Vikarizáló fajok. Egy helyen csak az egyik faj. Kivéve, de ilyen nálunk nincs. Kivéve a kisvirágot és a illatost, azok vannak. Ez nekem nagyon... Nem baj. Túl, túl van exponálva szerintem se. Ez viszont technikailag valami gáz van, vagy ennél. Valami ellentmondásos, nem érdekes. Nem tudom, monitorul nézd meg. Nagyon zajos. Hát lehet, hogy ez ilyen 3600-al, vagy amilyenre van. Engem úgy nem zavar. Igen, de mégis valami diszadás nekem benne. Valami, nem tudom. Gondolkodott, tehát látok. Ez annyira nem jött be nekem. Ugyanaz a szerző lehet, a, és ugyanaz a technika, mert ez igaz zajos. Ez viszont nem jött be ez a kép valahogy. Nem, ez nem tudom, hogy miért került ide. Többen nem tudjuk. Két nagyon hasonló kép van, egyik fűszálak, fűszálárnyék, a másik fűszálárnyék nélkül. Meg egy pókkal. Az egy másik. És ebből én választottam egyet, de nem tudom már melyiket. Nekem ezt tetszik jobban. Hát majd megnézzük. Megnézzük? Persze. Van egy szinte ugyanilyen a pók, vagy ugyanilyen. Igen, majdnem ugyanilyen a pók. Majd amikor már kevesebb kép lesz, akkor... Na, ezeket is egyet hagytam meg a csillagvirágból is, és ezt az összebántedet meg kidobtam. Ez nem rossz. Megisztult. Igen, ez volt a legkevésbé hibás. Na, ilyen mennyországos képeket tavaly is láttunk már. De nem volt ez talán, nem tudom, hogy minden. Mennyország turiszt? Ez volt a másik. Itt van ez a fekete sarok alul. Az érességében is én érzek valami bizonytalanságot, a másik volt sok. Ez tavaly nem került a falra, vagy nem került, vagy hasonló volt. Emlékeztek? Lehet, hogy ugyanez volt. Na, neki tavaly is tetszett a rakét. Igen, nem tudom. Vagy meg kell nézni, hogy nehogy az legyen, hogy ez a falon volt, de nem volt ilyen. Mindegy, aztán már lesz még időre ezt csekkolni. Van rajta a bomba is, csak azt még nem látjuk. Közel kéne menni hozzá. Hogy fele költ? Bomba is. Még jobban tudok. Talán egy jomékeny. De ebben valami marináció. Tessék? Ja, lehet. Igen. Itt egy tetejéből levágtam volna. Igen. Nem a tetejéből vágtál volna, ne Balázs? De hogy nem, épp azt mondom, azt hogy... Azt levágnál ja, bocsánat. Nyilván. Ja, egy kicsit még hagyhatná belőle. De egy kicsit... Nem biztos. De ez a szép itt, ez a vonalas ügyek fűszámára. Ez nem vitás, hogy a szép, de ott... És nagyobb ránézet kellett volna. Szerintem. De ha már állapodás, akkor igen. Ez viszont nekem nem tetszik speciál. Igen. Kicsit jobb rá, még. Ilyen komponálva van rosszul. Röptíve. Ez jó megállt ez a hír. Ja. Ó, az érdekes. Az jól volt. Ezt nem tudja megcsinálni, vagy vagy föltolta. Vagy most megint. Szörnyű, hogy már mindig ezen kell gondolkodni, hogy gyári-e vagy pedig természetes. Ne gondolkozz. Nem, én. Ti gondolkodtak mindig. Ó, oh, annyi nem tetszik nektek. Nekem nem tetszik a kék szakad. Igen, ugyanaz. Viszont szép. Viszont lesz egy víz alatt, hogy tudjuk, hogy nagyon lesz, hogy aztán nagyon.
amikor ez egyszer lehet. Ezekkel csak az a bajom, hogy már annyit láttunk belőle. Igen, mert ugyanaz a Mani jön vissza. Ebben vízul sokkal jobb. A határon nem válaszolt az előző? Ez sietni kell ezzel a tintával, mert hamar elérik. Nekem most van egy a tintával. Egy nap alatt el. Finom, nagyon jó. Ez harkály tinta gomba. Harkály tinta gomba volt. Ez nem a gyakras tinta gomba volt. Csak nem. Ez nem a gyakras tinta gomba. Nem tömeges. Ezt mondja Laci, nem a gyakras tinta gomba, te azt teszed. A gyakras a jó, a másik az nem. Lehet egyszer minden gomba. Az a helyzet, hogy ez sem mérgező. Első mindenki. Csak miután nem túlságosan gyakori, nem kiadós. Hát nem tud bele annyit szedni, hogy... Nekem egy van most a legyetlen. Az 5 négyzetméter. Jó, de megtoltátok. Van ennél jobb is. Ne, ez jó volt. Csak a kompozícióban volt egy pici hiba, de igen. De én akartam. Szétesik. Ez jó lehet. John Shaw. Szétesik. Omar, John Shaw. Szállap harag irány. Egy. Ott van benne egy bogár. Akkor mindig van. Meg ott fönt egy marha ronda kis kókat valami. Aha, tényleg. Ez nagyon sikerült. Szerintem ez eltetik. Ez zseniális. Ez olyan, mintha a holdfázisok jönnének mögötte, azok a fényfoltok átlóba, tökéletes két oldalt lezárja a feketével, ügyes. Színek nélkül, zseniális volt. Varcsa már ezt megjött a jövetlenül. Igen, hogy? Fekete. Eső varcsa. Teljes. Hát az nem. Ő annak fényképes, de nem biztos, hogy az. Én nem tudom, hogy a fekete vannak alul bajosszai. Szerintem nincsen. De után fogok én. Ezt nem tudom, hogy nem tudnánk nézni. Több van ebben. Nedváros. Hát nem ismered személyzet. Nem voltam ott abban. De ő Géza volt a harcsa? Ezért kérdezed, hogy hát, hogy ismeri Gézát a harcsát? Igen. Na ez volt a harcsa. Hogy mit mondtál róla? Hogy hasonló hatású kép szűk el, és nem mutató. Igen. Ez pontosan etető is. De azért mi nem látjuk a szárat bemutatni, csak a levelet látjuk érdekes módon. Valószínűleg expozíció alatta volt, és nem érvényesült. Világos volt a háttér, és előre, tehát a beket vannak a háttérbe. Nem figyeltem, majd megnézem. Olyan Photoshop-ra. Á, bizár dolog. Jó. Ilyet még tényleg nem láttam. De ebből egy szép képet is lehetett volna csinálni, Zsolt. Na jó, Laci, az lehetséges. Az az igazság, hogy ilyen képet még nem láttam. Ez annyira... Szerintem... Hány évente fog egy beszélni? Hány évente fog ezt nem meg is mészteni. Az arját nem pupozta volna oda fel, akkor... Mindegy. Én csak azt mondtam, hogy ilyen képet még nem láttam, és nem is fogok látni. Tehát azt mondod, hogy jobb lesz volna, hogy nem takarja a kezelni fel egy fogval? Igen. Lehet. Meg nem hagyott volna bal oldalt annyi helyet. Meg maga a virágnak a feje is nagyon szerencsétlenül állt.
a jobb oldali ilyen. Ilyen hóban? Lehet, ugye jó szontyolodban. Ezek nyilván egyébi képek, igaz? Más is. Lehet, külső képek, igen. Ez meg már jövő tavasz. Mennyivel más itt a... Hát ez még korábban volt. Igen. Egy hónappal előtte. Ja. Jobb lenne, ha nem lenne rajta. Nem egy egyenes szárnyú egyébként, szerintem valami. Mert egy szerencsék lenne rajta, de ezzel együtt jó kép. Nem tudom. De sokkal javítanak lenne. Ez már jó, szép kompozíció. Igen, igen. Szerencsésebb ez volna. A saját ebben, igaz? Igen. És felülről fotózva, elkanyolóan szerintem óriási. A kis hiba az az, hogy nem vártam, hogy ilyen különbséges volna. Ez meg nagyon etetős. Ez meg nagyon etetős. Technikai nem jó életlen részlete, nem. Szerintem túl belenézte is a fényelvélás. Kontrasztosította. Meg túl belenézhette, amikor exponált. És a fényelvélás miért nem volt rendesen brédéles, és utána kell térősíteni. Nem viszont, ez a viszont dolgozott. Az érdekes, nem tudom, de itt is vagy furcsa le. Na viszont én még ilyen köpölcsiképet viszont nem láttam ezt egyébként. Marha jó egyébként, de megvan trükközve az biztos, hát vagy egy harisnyi van előtte, vagy valami az optik előtt. Valami, de lehet, hogy csak... Majdnem biztos, hogy lehet, hogy csak hó. Figyelj, elég egy zselészűrő, vagy bármi, amit elkezdik. De egyébként marha jó néz kettő függetlenül, tehát azt gondolom, hogy szűrözni szabad. Nem szabad fönnézni, most már látom. De ez hóban van, ez teljesen nyilvánvaló. Ennek nem tetszik. Igen. Akkor is tetszik, akármit csináltak vele, tehát akkor... Nekem az, hogy nincs részletet, de az felületben az neki. Nekem azt tetszik, hogy ennyi... Érdekes, mert mint a tejben lenne. Nekem azt tetszik. Miben lenne, Balázs? Ez hó. Mint a tejben. Ez hóban van. Tudom. De te nincs az... Mennyi pontot kapod, Matyi? 24. De elmondom. Annál jobb volt, mint amelyik. Nem biztos. Nem biztos, de szerintem az érdekes. Szándékosan van visszahúzva a szép, mert ez nem fekete fehér. Ne többet érdemelt. De bármely kategóriában. Én hatot adtam. Én hatot adtam. Te is. Akkor hát ez egy ilyen. De majdnem mindegy. Hát ott van sárga. Tehát ez nem bumit majdnem mindegy. Kérdéseim van, ami honnan jött. És hova megy? Igen. Ez tavaszi hérics. Tavaszi hérics. Csak hát mindenki. Lehet ez az. Na, tipikusan ez, amikor a tavaly a NatGeo-nak az amatőr pályázatát megnyerte az a tajvani vagy távol-keleti faszi, egy, bocsánat, ember, egy sprintis képpel, és a saját galériájában mind a 20 kép benne volt különböző irányú vizekkel. Na most itt is ugyanazt lehet látni, hogy széttartanak a vízsugarat. Látod? Tehát, hogy a meghosszabbítod őket, fölül összetartanak. Hú, az égő ilyen. Az biztos, hogy ennyire sűrű eső ilyen nem, fényekben hétszerűség, hogy nincs. És mélységében egy szűk sávra korlátozódik az eső, mert hogyha végtelenségig a háttérig esne az eső ilyen sűrűséggel, feloldalál a háttéret, nem látná át rajta. Még az elejét, figyelj, nem, az elején nincs is eső. Persze, hanem, ezzel nem is érdemes iratkozni. Csak de ettől függően marra látványos, tehát mindenki függően. Etetős. De ez a piros kis nyílméreg béka, ha itt lehetne. Az a baj, hogy anélkül, hogy ezt mondjuk 100%-ra én állíthatnám, de valószínűleg igazad van, hogy egy mesterséges szituáció, az nem kérdés. A siker érdekében egyre több ilyennel találkozik az ember, hogy különböző trükköket bevetnek, amit jó, ártani nem árt a dolognak, csak ebben a kategóriában ez nem megengedhető, mert ha beteszi a kísérletezésbe valahova, máshova, nem is meditálunk rajta. De ez
Jó, szavazzunk egyetlen. Ettől függetlenül tetszik. Elnézést. Biztos, hogy mű az eső, de attól még tetszik a kép. Elnézést kérek, de nekem az is gyanús, hogy ennyire tisztán állnak ki a gombák a talajból. Hát nyilván az kiborította az összes füvet, meg mindent kiszedett. Nagyon az, én még azt is föltételez, hogy esetleg ezeket a gombákat ő vitte oda erre a helyre. Azt nem gondolom, azt gondolom, hogy kitakarította. Kitakarította. Amit nem látunk, azt ne feltételezzük. Csak amit látunk, az meg egyértelmű. Nekem ez együtt tetszik, tehát a szolgálat eszem, tehát a szabadottam is. Jó, kategória tévesztés. Hát ez abszolút egy manipulált képeknek, amit a példája. Igen, azon azt nézzétek meg, hogy valószínű kék-ég reflexió van a gombákon. Jó, hát jó, oké, meg süt a nap. Nyilván süt a nap, az teljesen egyértelmű. Napsütésben persze van eső, csak az ördög is legyen van eső. Ördög is legyen az eső. Ördög a kategóriában ezt a fordra vagyok. Nem lehet lehetség. Huncutó megcsinálta a formája. Szép. Nem lehet. Ilyen, ez síkban van. Ha még picit le van döntve, akkor sem. Tehát azt mondja, hogy a perspektíva miatt nem lehet, hogy halulról. Összetől. Vagy micsoda? Összetől. Figyelem, ez egy legalább 100 milliós optikával van csinálva. Ezen a távolságon ezek a... Texify-t meg tudjuk nézni? Ezek az esőcseppek nem tarthatnak, nem tarthatnak szét vagy össze, hogy a párhuzamosan esnek. Ezek nem párhuzamosan jönnek egymással. Egyértelmű. Az a baj, hogy biztos, hogy széttartás, de nyilván egyes pont nem mondják az exitből. Nem tudsz felhozni az exitet? Hát látszódni. De és mit fog mondani, hogy az nap sütött a nap, és nem esik az eső? Milyen expozíció van? 100-as izó, 0,3 másodperc az expozíció. Az gyújtott emberiség? Igen, azért van bemozdulva a vinc, igen. Egyébként azt írta a leírásba, hogy eső. És én nem azt, hogy mert olyan magasra jó, hogy esik. De jobb cím lenne, hogy mindhat és... Arról nem beszélve gyerekek, hogy annyira sűrű ilyen, hogy az, ami elképesztett. Nem gondolom, hogy ott... Na mindegy, én sok pontot adtam rá, ettől függetlenül. Hát tetszik, de hogy mi a történet, nem kérdés. Ezt teljesen kizárt dolognak tartom, hogy itt ennyire hullik, ennyire ömlik az eső, és mögöttem is jön a... Pontosan, tehát ilyen nincs. Meg előtte is, nézd meg már, hogy előtte is. Jó, urak, tegyünk fel a kérdést a szerzőnek, és akkor... Nyomjuk egy gombot, mindegy. Tegyünk egy kérdést a szerzőnek föl, okay. És akkor... Nem. Hogy valóban kategóriát nézünk. Szerintem nem kell. Látjuk. Azt, hogy mi az nem kérdést. Jó, de azért nem kérdés. Én azért a pontos, mert hogy feltételezzük azt nagy valószínűséggel. Nézd, sokan hallották ezt. Vélhetőleg a szerzőt is el fog jutni, hogyha ellen mond annak, amit mi mondunk, akkor annak hangot tud adni.